Sziasztok, Tőke Szil vagyok, a Pink Cukrásza, és most ebben a videóban a egyik téli kedvencemet, a cukormentes flódmis gofrit fogjuk elkészíteni a Pink palacsintaporból és a két finom Pink krémből, a mákrémből és a diókrémből. Tartsatok velünk! Elsőnek is kimérjük a tésztát, ami ugye a palacsintaporból és vízből fog állni. Ezt nagyon egyszerűen egy sékerbe össze tudjátok keverni. Így összeráztam. Egy szilikonos gofrisütőt fogunk használni, amit én ezzel a kalóriamentes olajsprével még kiszoktam fújni, így nagyon-nagyon könnyen ki fog belőle jönni a tészta. A palacsinta masszát öntsük ebbe a formába bele. Figyeljünk arra, hogy szépen ellepje. És tegyük előmelegített sütőben. Én nagyjából 180 fokon egy 15 percig sütöttem, ilyen szépen kijön a formából. És nincs más dolgunk még megcsinálni a flódni ízesítést, ami ugye almából áll, mákrémből. Ez egy cukormentes, mindenmentes mákrém, azonnal lehető és azonnal kész van, úgyhogy rögtön fel tudjátok használni. És egy diókrém is még tartozik ugye a flódnihoz, ez pedig a Pink diókrém, ami szintén azonnal lehető, igazi dióból készült, és ez is cukormentes, úgyhogy igazából az egész sütemény egy cukormentes, flódni ízesítésű finomság lesz. Itt szépen rárakjuk az almákat is, és igazából meg is vagyunk ezzel a kis kreatív, egyszerű gofri recepttel. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek hozzá!